újvidéki képzőművészek mutatkoznak be különleges és elgondolkodtató kiállítással a Városi Múzeumban. Az Interurbán program keretében érkezett alkotói csoport tagjai a 30 éve alakult újvidéki szellemi műhelyt képviselik, amely művészeket, művészettörténészeket, társadalomtudósokat és más szabad gondolkodókat tömörít. A kiállítás az Európa Kulturális Fővárosa Program keretében érkezett Ajkára. Igazából a bőrön, mint egy egyszerű jelkép, az utazást, a turizmus jelképezi. Egy másik szemszögből ugye mi is itten turistaként jelentünk meg, függetlenül, hogy én magyarul is beszélek, vajdasági vagyok Újvidékről, és hogy különösen szerettük volna bemutatni a bőröndök formájában a kiállítás fölállítását, szóval mivel a 30 éves retrospektív kiállítás tavaly Újvidéken volt kivitelezve a Kortárs Múzeumban, és egy leegyszerűsített formában, mint egy bőrönd, úgy gondoltuk, hogy az interaktív installáció részleteit azon belül be tudjuk mutatni. A 7 bőrönd és a bennük lévő mindennapi használati tárgyak késztetik gondolkodásra a nézőt. Az egyikben egy lezárt üvegben hamut tárolnak. Mint megtudtuk, a hamu történetének komoly mondanivalója van. A 2000-es évek elején nagyon rosszul volt, vagyis nem voltak annyira a művészek megelégedve, és nem volt annyira támogatva a csapat, vagyis általában a kultúra nem volt támogatva ország iránt sem a város perspektívájából, se a közösségtől semmiféle, mondjuk úgy, befektetést nem kapott. És úgy gondolták igazából a művészek, hogy ezt egy szimbolikus módon azért kimutatják érzelmeiket, egyszerűen megmondva, hogy több mint 50 művész, több mint 100 munkát, műalkotás, szóval az vagy szobor, vagy fotó, vagy valamilyen újság is lehet, ugye, mert írók is, vagyis kurátorok is ugye részt vettek ebben a csapatban. Egyfajta módon ugye fölégetik ezeket a munkákat, és akkor a hamu, mint szimbólum is jelen lesz mai nap. Az alkotók reménykednek abban, hogy az üzenetet megértik az emberek, és jobb korszak köszönt a művészekre.